Az ünnepség szervezésében részt vett a plébánia, a Kullai Népkör Magyar Művelődési Központ és a Vajdasági Magyar Szövetség Kullai Körzeti Szervezete. Ez nagyon fontos, az, különösen azokon a helyeken, ahol a magyarság kisebbségben van, vagy szórványban van, mert ilyenkor fölevenítsük a magyar hagyományokat, fölevenítsük a magyar identitásunkat, és így közelebb kerülünk egymáshoz. A kullai születésű Miocs Józsefet Szabadkára vezényelte a hivatása, de mindig nagy örömmel tölti el, amikor ilyen fontos ünnepekkor hazajöhet, ahogy fogalmazott, az ő templomába. A Szent István ünnepséget azt visszamenőleg, emlékezetelőleg, amióta létezik itt hívő közösség, és ez a templom különösen, amely 250 éves templom, azóta a hívő közösség ezt mindig megtartotta. Megtartották hagyományos módon, amelyet az egyház előírt, és az egyház szabályai szerint volt, tehát annyit jelent, hogy ünnepi szentmisékkel és az új kenyér áldásával. Juhász György esperes plébános 35 éve szolgál a kullai Szent György templomban, amit nemrég újítottak fel kívülről és belülről. Ami egy kis különlegessége van, hogy azok az emberek, akik bérlik az egyháznak a földjét, azoknak a földjére megyünk Buzaszentelőre, április 25-én akkor kellene menni, de hát amikor legalkalmasabb ottan. És azok közül aztán valaki hozza a kenyeret a templomba. A szentmisét és az ünnepséget ennek a kenyérnek a megszentelésével zárták.